קוראים מתוך כתבי רבש, Jó reggelt mindenkinek! 1401. Mi Rabos írásaiba fogunk olvasni. Mi az oka annak, hogy Izrael kiérdemelte az ország megöröklését a munkában? Nincs angol fordítás írásban, itt kell megtennünk a legtöbbet, amit tehetünk. Kérdéseket föltenni a Kabala TV-n keresztül, mint mindig a megfelelő kérdések ki lesznek sugározva a lecke során. Tehát még egyszer a cikk címe, mi az oka annak, hogy Izrael kiérdemelte az ország megöröklését a munkában. A vers mondja, nem az igazak által, vagy a szív integráció által érdemeljük ki az országot. Mivel az akarat és a nemzet akarata, vagy az Úristen a saját akaratából, ha ránk hagyja ezt örökségül. A dolognak a stabilizálása a következőképpen működik, ahogy ezt megígérte a Teremtő az ősapáknak. Ez azt jelenti, hogy az oka annak, hogy a Teremtő megadta az ország örökségét Izraelnek ígérete szerint, ahogy mondva van, a gonoszsága a nemzetnek miatt az Úr, az Isten megadta az örökséget, azaz, hogyha nincs a nemzetnek gonoszsága, akkor nem örökölhető meg az ország, meg kell, hogy értsük, hogy mi a második oka mindennek. És mondva van, hogy miután a Teremtő, az Urad, az Istened megígérte azt az ősapáknak, ígéretét be is tartotta. Ez azt jelenti, hogy nem Izrael gyermekeinek, hanem az ősapáknak ígérte ezt meg. Vagyis nehéz megérteni ezt, amit a bölcsek mondanak, hogy a virág Izrael lett megteremtve. Azaz, hogy minden jó dolog a világban az Izrael számára lett megteremtve, és ebből kifolyólag ez azt jelenti, hogy ez valóban egy örökség. Azaz, hogy nincs más ok, mint az, hogy Izrael megörökölte ezt a hatalmas és széles, tejjel vízzel folyó Kánoánt, megörökölte. Itt két ok van, amiért a vers ezt így írja. Az egyik az, hogy a nemzetnek a kérdése, a másik pedig, hogy valóban megígérte az ősapáknak. A vers pedig azt mondja a számunkra, hogy nem szabad a két dolgot összekeverni, az ország örökségét. Ez az, ami miatt, hogy az igazaká és a szív integráció által el kell jutnunk oda, hogy megörököltük az országot, azaz, itt valóban nincs más ok, mint a felül említett két említett ok, azaz már a szalom elmagyarázza, hogy az országot azért kapta meg Izrael, mert örökségként megígérte a Teremtő. Azaz honnan tudhatom, hogy meg fogja örökölni leszármazottan az országot, és a Teremtő azt mondta Ábrahámnak, hogy tudnod kell, hogy a leszármazottaid valóban idegenek uralma alá fognak kerülni, azaz valóban 400 évig lesznek külső uralom alatt, majd pedig átadom nekik ezt a hatalmas örökséget. Mit jelent az, amit a Teremtő válaszolt Ábrahám kérdésére? Honnan, amikor Ábrahám megkezdte, honnan tudjuk, hogy valóban megörököljük az országot, az Úr pedig azt mondta, hogy tudnod kell, hogy a leszármazottaid először belépnek az országban az öröklés, és aztán kapják meg majd a birtokát az országnak, azaz honnan tudhatom, ez volt Ábrahám kérdés. Az Ábrahám valami fajta garanciát kapott, kérte arra, hogy ők meg fogják örökölni az országot. A Teremtő által adott válaszban pedig az volt a lényeg, hogy biztos lehet abban, hogy Ábrahám, hogy megöröklik le leszármazott az országot. Meg kell, hogy értsük azt, hogy az örökséget garantálja a Teremtő. Ez pedig a magyarázat annak, hogy a Teremtő azt mondta Ábrahámnak, hogy átadom nektek az országot, hogy megörököljétek azt, és akkor Ábrahám látta az országnak a fontosságát, mert az örökségnek a lényege az az, hogy először a mahudnak az aspektusát kell megszerezni, ahol minden fény a mahud számára felülről fog megérkezni. Mahud ez nem más, mint Izrael gyülekezete, és Ábrahám látta, hogy mivel nincs edény a fény nélkül, azaz nincs kitöltés a hiány nélkül, hogy ha a Teremtő megadja Izraelnek legalább egy kicsi ragyogást felülről, akkor ők kismértőben fognak vágyni, azaz, hogyha nincs nagyobb hiánya magasabb szintre, nem is fogják azt elérni. Tehát Ábrahám erre azt mondta, hogy nincs más módja annak, hogy Izrael megörökölje az örökséget, az országot, mint hogy megkapja az igényt is erre. És itt bukkan fel a kérdés, hogy honnan tudhatom,
hogy nem azért, mint Ábrahám nem hitt volna az Úrnak a szavában, hanem sokkal inkább a kérdés arra irányult, hogy nem látta Ábrahám azt, hogy lenne az ország Izraelnek igény erre. Tehát, hogyha van valami nagyon értékes dolog, de ha valakinek nincs igénye rá, akkor az ember egyszerűen nem tudja élvezni, ha megszerzett, és ki fog derülni, még hogyha van is örökség az országnak, ha nincsen igénye mindenre, akkor nem tudja élvezni sem, tehát bár az adakozó oldaláról valóban minden szupernak látszik, mégis az alsónak nincs igénye arra, hogy megadja neki azt az adakozó erő. Ezért kezdte Ábrahám a kérdést, a válasz pedig azt mondta, hogy tudnod kell, hogy a te leszármazottaid idegenek uralma alá fognak kerülni, azaz, az a számüzetésben lesznek Egyiptomban, és ez pontosan azt jelenti, hogy az ország nem lesz az övék, tehát Izrael gyermekei, akik dolgoznak annak a mennyek érdekében, ezek az egyiptomok által lesznek irányítva, és minden alkalom, amikor Izrael el akar, ki akar lépni a számüzetésből, hogy írva van, hogy Izrael gyermekei felnyögnek a munkától, és akkor a teremtő meghallja ezt a nyögést, és az Úr ezért átvezet őket a számüzetésből, és általában a világ nemzetei a kapnakarásra utalnak ebben a versben, és az a kapnakarás nagyon sok fajta vágyat jelent, és mindegyik vágynak van egy irányultsága, amely egy nemzetnek felel meg, ezért általában azt mondjuk, hogy van 70 nemzet a világban, és ennek megfelelően a vágynak 70 új aspektusa van, és innen származik a vers, hogy az egyik a másik ellenében van, azaz, ez arra utal, hogy van 7 szférája a szentségnek, amely Hagat Nahi, és mindegyik 10 szférát tartalmaz magában, ez pedig összesen 70 nemzet ad ki, és ez Izrael aspektusára is igaz, nevezetesen, Yashar El, azaz egyenesen az Isten felé, amely ellentétes a kapnakarással önmagával, hanem sokkal inkább az adakoznakarás a teremtő irányába, azaz, amikor valaki valóban örömet akar okozni az ő létrehozójának. Mivel az egyiptomiak uralták őket, ezért kénytelenek voltak az egyiptomiakért dolgozni, és nem a teremtő megelégedettségére, erre mondja Izrael gyermekei, hogy ezért mondja a vers, hogy Izrael gyermekei felnyitak a munkát, az Izrael gyermekei valóban akarnak a teremtő érdekében dolgozni, azonban az egyiptomiak kormányoznak őket, ezért nyögnek fel a munkától, azaz ők valóban látták, hogy képtelenek lesznek másképp előre haladni, mint az, hogy hátulról előre kezdenek haladni. Erre utal a vers, hogy a bölcsek felnyűnek, a bölcs Izrael felnyűnek a munkától, és amikor ők látják, hogy ők képtelenek kilépni a számzetésből a saját erejük által, kérjük el a teremtét, ahogy írva van, hogy felsőjönnek ők az Istenhez, azaz, a teremtő valóban segítse meg őket, hogy kivezesse őket az egyiptomi számüzetésből. Ez az, amit a Szent Zohár is mondja, hogy amikor valaki megtisztul, az segítséget kap. Azaz, a kérdés feltetjük, hogy hogyan. A Zohár pedig megválaszolja a szentség lelke által, azaz, valóban, bár az ember a gonosz uralma alatt van a kezdetekben, azonban amikor látja, hogy a gonosz uralma meg akar szabadulni, akkor eljöhet ez az érzés, ami két dologról szól. Egy, a kapnakarás felismeréséről, amely az egyiptomiak uralmában testesül meg, amely annyira gonosz, hogy elválasztja Izraelt a teremtőtől. Azaz, mielőtt elkezdődne a valódi munka az adakozás érdekében, az Izrael nem tudhatja, hogy mennyire gonosz az ő kapnakarása, és ez mit okoz Izrael számára. Ez pedig azért van, mert ismert, hogy a gonosznak a felismerése nem történt meg egyszerre, hanem lépésről lépésre, mert különben az ember elszökne a munka elől, és azt mondja, hogy ez a munka nem az ő számára lett kitalálva. Ezért kell Rambannak a szavait magyaráznunk, hogy a lismának a lényege az a kezdetekben a munkának nem tárulhat föl teljes mértékben, egész addig, amíg el nem jut a bölcsességnek az a mértékéig, nem lesz egyre bölcsebb, amíg a titok lépésről lépésre nem tárul fel az ember számára. Meg kell, hogy értsük, hogy mit jelent az, hogy a lépést lépésről lépésre tárul föl az ember számára. Azaz, mi a lényeg a lépésről lépésre való haladásnak,
amikor az embernek mondva van, hogy mindent lismában kell majd elérni, és akkor feltárul, hogy mi marad valóban az ember számára, ha már elérte a lismát, ezért meg kell, hogy értsük azt, amit mondtak, hogy azaz, hogy ki mondja el a lismának a titkát az embernek, és ebből azt is megérthetjük, amit a vers mond, hogy addig, amíg nem lesz Izrael tagja elegendően bölcs ahhoz, hogy felismerje a saját gonoszságát, nem ismerhetje meg a gonoszságán titkot sem. Tehát ilyen módon válik Izrael tagja egyre bölcsebbé. És azt is meg kell, hogy értsük, amit a Zohár mond arról a versről, hogy ahol felteszi a Zohár a kérdést, hogy ki formálja meg az embert, a teremtőt, azaz meg kell, hogy értsük, hogy a teremtő formálja meg az embert, aki bűnt követett el, milyen módon formálja meg. Ezt pedig úgy kell, hogy magyarázzuk, annak megfelelően, ami a létrakommentárokban le van írva, a Zohárhoz itt létrakommentárokban, hogy az ember a Tórával és a parancsolatokkal foglalkozik a saját előnyének elérése érdekében, akkor éreznie kell a fény által az alacsony rendűséget és a töröttséget, és azt, amelyik az önmegszerzésben létezik Izrael nemzetén belül, és ez nem engedi meg, hogy a szíve elforduljon a megszerzéstől, és átadja magát teljes egészében a teremtő felé adakozásnak, majd pedig a teremtő feltárja az ember szemét, és meglátja, hogy a világ tele van szentséggel, minden hiány nélkül, és a feltételeknek megfelelően meg kell, hogy értsük, hogy a teremtő hogyan informálja az embert, aki ő alapvetően bűnös, és ez pedig a magyarázatot kell találnunk arra, hogy aki lolismában végzi a tanulásait, mégis a fény formálja őt, tehát a kapni akarás valóban, amely a gonoszság alapvető oka, magára ránt egy csomó zavart felülről a teremtőtől. Ez pedig pontosan arra való, hogy a zavarokon keresztül a teremtő akarata érvényesüljön a teremtett lény felett, és a fény és a tóra együtt, mint eszköz a teremtő kezében a bűnös ember irányába, hogy a bűnei alapján korrigálja a teremtőt. Miért mondta Ramban tehát azt, hogy az embernek szokásává kell, hogy váljon a lolismában való munka először, és nem a lisma kell, hogy rögtön az ember életébe lépjen, azért, mert a lisma az csak a Tóra fényének a teljes megszerzésével lehetséges, ezért aki nem foglalkozik a Tórával, akár még lolismában is, honnan kapná meg a Tórának a fényét a lismához? Ezért mondja Rambam, hogy először lolismában kell elkezdeni a munkát, tehát amikor a teremtő, nem a teremtő érdeke végzik a munkát, és ennek felelően meg kell értenünk a kérdést, hogy ki tudja, hogy ki fogják-e érdemelni azt a kiegészítő mértékű bölcsességet, amivel megkapják a lismának a megszerzési lehetőségét, ez pedig a Tórának a fénye, amelyben el van rejtve az a hatalmas erő, amely megváltoztatja az embert, és akkor ennek megfelelően fogják kiérdemelni a lisma megszerzési lehetőségét. Ez idáig világos, mondja rá? Vagy pedig egyáltalán nem áramlik közöttetek semmi annak megfelelően, amit hallottatok. Van egy bizonyos pont, mondja valaki, amikor elvesztetted a kapcsolatot a szöveg áramlásával. Hát nagyon tudom, hogy sok-sok témán mennénk keresztül, ez igaz, mondja Rab. Ez egy nagyon furcsa cikk, amelyik egy vonalvezetés mentén halad. Na, hol álltál meg, te, személy szerint? Hát ezt nehéz elmondani is pontosan, hogy én alakadtam meg. Hát mi volt itt a kérdés, mondja Rab? Az volt a kérdés, amit föltett Rabas, hogy valaki hogyan nyerje el a teremtő feltárulását, az adakozásnak az erejét és a saját korrekcióját egy bizonyos sorrendben. Tehát mi teremtett lények vagyunk, tehát egyik a másik után történt csak meg a teremtő, egy adott minőség, amely az adakozásnak a minősége. A teremtmény nem tudja ezt a minőséget ugrásszerűen megszerezni, hanem alapvetően két minőség között tud létezni. Az egyik ellentétes a teremtővel, a másik pedig a hasonló a teremtőhöz. Tehát annak érdekében, hogy a teremtmény a két minőség között választani tudjon, arra van szükség,
hogy egy folyamaton menjünk keresztül. Ez egy belső folyamat, és ebben a folyamatban először meg kell értenünk a saját természetünket, amivel rendelkezünk, amely tök ellentétes a teremtővel. Majd pedig lépésről lépésre el kell kezdeni megérteni az adakozásnak a minőségét, amely a teremtőnek a minősége, és itt kezdődhet az emberben a belső összehasonlítási képesség a két természet között, és elkezdődhet a viszonyulás és a döntés, hogy igen vagy nem, azaz. Hát miért van az, hogy az adakozó erősebb, mint a megszerző? Azaz mit jelent a számüzetésben való lét? Tehát a megszerzés az valóban egy limitált lehetőséget ad a teremtmény számára, és előbb-utóbb ez mindig problémákba és egyéb csapásokba torkollik, pontosan azért, mert nem kaphat fényt, és ennek eredményeképpen nekünk a szentséget kell preferálni, nem csak azért, mert jönnek a bajok a kapnakaráson keresztül, mert hogyha csak ezért csinálnánk valamit, akkor a szamarat tehére cserélnénk, és nem a természetünket változtatnánk meg, hogyha a bot csapkodásomat változnánk, hanem sokkal inkább meg kell, hogy jelenjen valami, amit még nem nagyon érzünk, ez pedig a reformáló fénynek a befolyása. Tehát egy új érzés kell, hogy a hatalmába kerítsen bennünket, amely egy új értelm szellőjét hozza, amin keresztül elkezdjük elfogadni, elkezdjük értékelni a dolgokat. Ott nem a nyerességet kezdjük el kiértékelni a kapnakarásban, hanem új állapotok és azok új értékelési rendszer jelenik meg, melyek valójában olyan mértékben jelenik meg, amilyen mértékben a fény leválaszt bennünket a régi természetünkről. Amikor én azt mondom, hogy valamilyen módon elkezdtem kiépíteni a saját természetem felett az új természetemnek az alapjait, itt rejlik a lényeg, ez pedig a teremtőnek a minősége, amely csak is a kapnakarás tetejére tud ráülni, és ezen keresztül kezdem el én látni és értékelni azt a behatároltságot, azt, amiről szó van itt az eredeti természetünket tekintve, amely elvezet bennünket ahhoz az állapothoz, hogy az adakozást kezdjük el preferálni, még akkor is, hogyha ugyanakkor nem is érezzük túl jól magunkat a kapnakarásunkban. Azaz a teremtőhöz kell tapadnunk, azonban ezzel párhuzamosan azonnal megjelennek a kapnakarásunkban a csapások, és ezért a csapások miatt is el akarunk fordulni a kapnakarástól. Így épül föl a megközelítésünk, és ebből pedig kifejlődik az ima, és az elérésünk. Tehát a legfontosabb dolog az ember számára, hogy kapcsolatban legyen a teremtővel, ez pedig csak akkor lehetséges, hogyha fölé tud emelkedni a kapnakarásának. A leválás a kapnakarásról azt jelenti, hogy már többé nem akar formaegyezni ezzel. Tehát a döntés az valóban vagy ez, vagy az. De a kezdetekben valóban ehhez kell a teremtőnővel való kapcsolat, mert ő jó és jóságos, és ismer sajta kívül. Azaz, még akkor nem látjuk a teremtőt magát, azonban a reformáló fény, amely a jövő állapotból árad, ahol ezt már látni fogjuk, ezáltal kezdjük el ezt a két új minőséget magunk számára elérhetővé tenni. Tehát még egyszer, ezek felülről érkező segítségek, amelyeket mi segítségül kapunk. Ezzel felgyorsíthatjuk az időt, de nyilvánvalóan látnunk kell azt az állapotot, amiben az idő visz bennünket, és ezek mind felülről érkező állapotok, az ember önmagában nem tud elérni semmit. Tehát nem tud előre adni másképp, mint hogy valóban elvigye őt a teremtőbb az állapotba. Igen, következő kérdés.
Itt azt írja, hogy a Tórának a fénye érzi, hogy mekkora segítségre van szükség az embernek. Ezt én nem értem, hogy az azeri srác. Az, hogy a teremtőnek a fénye, amely a Tórából árad, az nem emberi mértékkel mérhető. A fény valóban a saját mértékével ragyog rajtunk, és ezáltal haladunk egyáltalán előre, ezáltal vagyunk képesek bármit csinálni. Tehát, hogyha az én természetem az ismert olyan, amilyen, amely alapvetően a felső fény teremtése, a felső fény teremtőrehoz tett létre, és én az első megszólítás által valóban különböző befolyásokat kapok a fényből, vagy a fény hiányából, azaz ezzel a kezdetektől fogva, és a, tehát a cselekedet elejétől a cselekedet végéig kijelentetjük, hogy a fény befolyásol bennünket, és fogalmunk sincs arról, hogy mi miért, mit miért teszünk a fény hatására. Tehát itt lehet, hogy a teljes rendszer fölöttünk elkezd megjelenni. Tehát nyilvánvalóan ez a gép, ez nincs az én befolyásom alatt, ami én vagyok. Tehát úgy kell ezt elképzelni, hogy én tudom a gép parancsszavait, amely az én működési mechanizmusomat vezérlő berendezés, azonban a felső fény ezeket a parancsokat is átíratja, új programot tesz rá. Ezért annak a dolog, arról a dologról beszélni, hogy az ember felébresztése milyen módon történik, és mekkora erejű fény kell ehhez, ez megragadhatatlan. Tehát értelmetlen az embernek a saját válaszaira várni ebben az ügyben, mivel a helyzet, amire reagálnunk kell, ez már akkor létezik, amielőtt mi a reakció megjelentett volna. Tehát a mi jövőbeli állapotunk már ott van ám, akkor is jelen van, ha mi ebből fogalmunk nincsen. Tehát ennek valójában a felső fénynek nem kell tudnia, hogy nekünk mennyit kell befolyásolni bennünket, mert a jövőbeli állapot el van érve a spiritualitásban, és ezáltal pont annyi fény jön a jövőbeli állapotból a jelen állapotunkban, amire szükségünk van ahhoz, hogy megváltozzon. Tehát ezért, amikor elérjük a korrekciót, akkor ez nem úgy működik, hogy a fény hatalmas matematikát végez, mert minden állapot létezik, egyszerre ragyog a végtelenben, és ezért a teremtés gondolatában bele van foglaltatva az összes létező állapot elérésének a lehetősége. Még akkor is, hogyha ebben a pillanatban éppen állok, nem látom ezeknek a megvalósulását, és ez csak az embernek ennek az oldaláról beszéltünk időbeli elérésről az állapotoknak. Tehát ami fontos a mi számunkra, hogy magunkat úgy tudjuk pozícionálni, hogy ezt a relatív megközelítést megértsük, mert valóban a teremtő cselekszik, hiszen az állapotokat ő közti össze, és mi csak valószínűségekkel tudjuk meghatározni, hogy mi fog történni. Mégis ez a megközelítés a legjobb, amit kijelentetünk, hogy a szentségnek a szintjét el kell, hogy fogadjunk, hogy ott van, és a mi cselekedetnek az első pillanattól kezdve ebből a jövőbe állapotokból kell befolyást kapnia. És mégis úgy kell viselkednünk, mintha ezt soha nem érnénk el, azért, mert ez a játék így működik rajtunk, annak érdekében, hogy felébresszen bennünket, új vágyak ébredjenek, hogy képesek legyünk érezni, hogy készen állunk a mindenféle érzéki különbözetekre, a negatív és pozitív érzéki különbözetekre, tehát hogy valóban alkalmasak legyünk a korrekcióknak a megragadására, a végső állapot feltárására, és ez egyetlen dolog, ami miatt létezünk. Tehát nem csak az, hogy megtapasztaljunk különböző állapotokat, pozitív vagy negatív állapotokat, hanem valóban nekünk egy különleges hozzáállást kell kiépítenünk a reformáló fény működéséhez. Ez jelenti a tudatosságot, mintha látszólag választhatnánk az állapotok közül, és ez építi ki az érzékenységünket, amelyet tudatosságnak nevezünk, és így kezdünk el mi magunk dönteni, hogy mi akarjuk is ezt az állapotot, és ez egyre világosabbá válik, mi magunk tanulmányozni tudjuk a jövőbeli állapotunkat ezen keresztül. Ez a dolognak a lényege. Keresztül kell ezen mennünk, ez elkerülhetetlen, hogy így menjünk ezeken a műveleteken. Azonban nyilvánvalóan
Ez a cikk például egy ilyen áttekintés az összes állapotról. A legfontosabb dolog, hogy még hogyha nem is érezzük, az embernek meg kell értenie, hogy csak az érzései által jut előrébb, azért, mert az edényeink azok érzékelésre lettek alapvetően kifejlesztve, tehát ki fog derülni, hogyha nincs érzés, akkor az értelem soha nem fog megfogni semmit. Az értelem az érzések felszínén alakul ki, ezért nem a bölcs és az okos fog előre haladni, hanem a tapasztalat, az érzelmi tapasztalatok visznek bennünket el az értelem teljes kifejlődéséhez. Tehát nekünk egyet kell érteni mindennel, amin keresztül megyünk, és meg kell, hogy értsünk, hogy minden így lett előkészítve felülről a számunkra, és senki nem tud belépni a király házába másképp, mint ahogy előre meg van határozva az, ahogy ez meg fog történni. És ahogy mondva van, az ember egyetlen csepp megtermékenyítő erőből származik, és abban minden benne van, abban a megtermékenyítő cseppben, kivéve az ember saját tapasztalataihoz való hozzáállását, mert ezek a hozzáállások azok, amelyek meghatározzák az embernek a jövőjét, mert bár minden állapot előre létezik a jövőben, tehát ezek rétegek, amelyeket ilyen spirituális közvetítő rétegeken keresztül érkeznek el hozzánk. A probléma nem is ez, a probléma az, hogy milyen mértékben vagyunk képesek reagálni ezekre a szintekre tudatosan, azaz milyen mértékben tudunk megérezni annak a rétegeknek a minőségét, amin keresztül éppen a teremtővel való összetapadás felé haladunk. És mennyire fogunk ezzel egyetérteni, mennyire fedezzük fel ezeket a rétegekkel való viszonyunkat, és hogy minden állapot, minden probléma, minden baj, minden jó dolog a teremtőtől áramlik felénk, minden, amin keresztül megyünk, az a teremtőtől jön, és nem azért megyünk keresztül ezen, mert mi jók vagyunk, vagy rosszak, hanem azért, mert az összes állapot, amit előkészített számunkra a legfelsőbb tudat, az a felső erő elfogadására ösztönöz bennünket, és ezen keresztül elkezdhetjük megérteni és feltárni, hogy tényleg nincs más rajta kívül, és hogy ő jó és jó cselekvő, és hogy őt magát kell megszereznünk a belső minőségben önmagunkon belül. Ez az, hogy nekünk az összes állapothoz kell viszonyulnunk, amin keresztül megyünk, és kizárólag minden azért történik, hogy ez valóban meghatározása kerülhessen a saját tudatosságunkon belül. Tehát a teljes egyiptomi számüzetés, ami itt említve van, amely mint legfontosabb dolog áll előttünk, ez a hiányra épül, arra a hiányra, amely valóban ez vezet bennünket keresztül az összes problémán és bajon, amit közben a Teremtő ránk bocsájt, a vágyainkban megnyilvánít, és ez mind annak érdekében történik, hogy egy pillanatban majd az összes helyzet csúcsán felismerjük, hogy ez mind tőle érkezik, és azért jön, mert valóban nincs is rajta kívül semmi. És ezt kell felismernünk. Ennyi. Nekünk készen kell erre állni, mert amikor keresztül megyünk rajta, akkor a tudat, rá kell ébrednünk, a tudatosság meg kell jelenjen, hogy a csapások, főleg az utolsó csapás Egyiptomban, az mind az előnyünket szolgálja, és ezek által leszünk képesek a Teremtőhöz kapcsolódni. Mert mikor jelenik meg a Teremtő, mondja, amikor eljönünk a fáraóhoz, amikor megjelenik a 10 csapás, és látjuk szemtől szembe a legnagyobb gonoszt, és akkor a szívben lévő pont megjelenik az emberben, azonban a szív többi része még mindig a fáraó uralma alatt marad, és el kell vinnünk a fáraó elé az összes vágyunkat, hogy oda rámérje a 10 csapás a Teremtő. Ez egy átmenet, és utána kezdve más dolgok, tehát minden valóban a hiányra épül,
a negatív érzésekre, az eleti vágy tetejére, így épülünk föl mi magunk, és akkor az irányultságnak valóban arra kell irányulni, nincs más rajta kívül, és hogy jó és jó cselekvő. A nincs más rajta kívül erő, az azt jelenti, hogy egy forrása van mindennek. A jó és jó cselekvés pedig azt jelenti, hogy ez az forrás csak jót akar nekünk, tehát a teremtés első pillanatától a teremtés utolsó pillanatáig. Ez kizárólag azért van, hogy önmagával összetapasztom bennünket tudatosan. Dvekutta lépessünk vele. Itt kezdődik az igazán a munka. A felkészülés, a környezethez való kapcsolódás, stb. Minél többet gondolunk erre együtt, annál jól tudjuk felgyorsítani a folyamatot együtt. Ray Floridából kérdezi, mit jelent az, hogy a rolismát szokássá válik? Az, hogy az ember megszokja a rolismát. Ez azt jelenti, hogy meg kell kísérelnünk a közösségen keresztül dolgokat úgy megtenni, hogy valóban ezzel magunkra mondjuk a reformáló fényt, hogy minden egyes pillanatban képes legyek meghatározni azt, hogy én elfogadom, amit a fényből kapok, mert tudom, hogy ez a pillanat is a teremtőtől származik, ő hozta létre ezt a pillanatot, minden pillanatot hozott létre, és én nekem nem a pillanatba kell beleolvadnom, hanem le kell válnom magamról, és hozzá kell tapadnom a teremtőt. Ez minden pillanat azért ér el engem, hogy meghatározhassam az, hogy mindentől lejön. Ez a lényeg a dolognak, semmi más. Scott kérdezi Egyesült Királyságból, hogyha ez már szokásra válik, akkor hogyan lehet majd a lismába dolgozni? Majd erről később beszélünk, magyarok. Én nem szeretem az okoskodó, okos Tamást, magyarok. Oké, tehát Szentpétervárosi kérdezi valaki, hogy mit jelent az, hogy lismában való munka. Nem érti pontosan. Tehát mi ez az állapot, ami a lisma? Mit tanít a lisma nekünk? Tehát nagyon sok kérdés van ezzel kapcsolatosan. A lisma körül, tehát az egész világból jönnek a kérdések. Hogy mi a lisma, mondja rá. A lisma egy állapot, amikor én képes vagyok az adakozásban dolgozni. Az, amikor mindent a teremtőért csinálok. Tehát nekem vannak edényeim, és azokban elkezdek dolgozni az adakozással. Tehát vannak adakozási edényeim. És ahogy a teremtő dolgozik az én irányomban, pontosan ugyanilyen irányultsága dolgozom én felé. Tehát nyilvánvalóan van a házigazda és a vendég, és ilyen módon stabilizálódik a helyes hozzáállás egymás irányába. Tehát mi leválunk a teremtőt, vagy a fárótól, és az összes cuccot, ami az asztalon van előttünk, kaja, azt annak érdekében kezdjük el lenni, hogy ezzel a teremtőnek örömet okozzunk, vagy pedig elkezdünk zabálni önmagunkért. Tehát az, hogy hogyan viszonyulok ehhez, ez nem az asztallal való kapcsolat jelenti, hanem az, hogy mit jelent ez a saját számunkra. Tehát, hogy a vágyunk hogyan irányul a teremtőre, ez egy nagyon fontos dolog. Hogyan fog ez megváltozni? Mert ugye ma erről szó sincs. És itt kezdődik az a munka, amelyet lorismának nevezünk. Tehát mindenképpen ezzel fogunk kezdeni. Tehát először nem érdekel senkit a házigazda. Megjelenik a kellemetlen érzés, a szégyen, a csapások. És ez felébreszt bennünk egy érzés, hogy figyeljünk már oda a házigazdára, és akkor elkezdjük kiépíteni a viszonyunkat vele. Az egész erről szól. Még nem hogy lismában nem vagyunk, hiszen a lisma valóban csak a teremtőre való irányultság megszerzését jelenti. Tehát nekem valóban egy óriási kapnakarásomban vagyok, amely folyamatosan zavar engem, hogy mi történjen, de nyilván nem kell, hogy a zavarokat kezdjem el ehhez kezelni. Nekem szeretnem kell a zavarokat, mert ezek segítenek meghatározni, kifejezni a hozzáállásomat a házigazdához, vagyis az egész dolognak a célját és lényegét. Tehát valóban én érdekelt vagyok abban, hogy ezek a fajta zavarok megjelenjenek egyáltalán az életemben, különben bajban vagyok. Mert a hozzáállást nem tudom kifejleszteni. Itt vagyunk, vagy folytathatjuk, vagy mi lesz még itt? Szergej Moszkvából kérdezi, hogyan fogjuk megfordítani a csapásokat fényé. A csoport és a teremtő által, mondja rá. Tehát jön nem mondhatjuk, hogy a csapás a teremtőtől, mondhatjuk ezt így, azonban az emberek nincs kapcsolat a teremtővel, még a csapásokkal sem. Mi nem tartozunk a teremtőhöz, nem ismerjük az ő munkának az ízét. Tanuljuk, mondjuk, kiejtjük a szánkon, azonban
Valóban nem érzünk semmit abból, ami ő. Nekünk nincs belső érzésünk, hogy én mit kapok tőle, miért. Azért, mert ami tőle származik, tőle kapok, azt mind a kapnakarásomban érzékelem, és ez az alapanyagom, nincs más anyagom, tehát az én kapnakarásomban van egyfajta érzés, amiben én regisztrálom azt, hogy én kapok valamilyen kapcsolatteremtővel, elértem, és ettől a pillanattól kezdve, ettől a kapcsolati ponttól kezdve, a teremtő, mikor ez megjelenik bennem először ez az érzés, jelen van bennem, és ettől a ponttól kezdve nekem meg kell kísérelnem folyamatosan és állandóan, minden egyes pillanatban, amit a kapnakarásban érzek, leválni erről a ponttól, nekem állandóan megerősítést kell szereznem, és ez a hatalmas erővel kell megéreznem a teremtő jelenlétét önmagamon belül, és az összefadásomat elérni velünk. Tehát meg kell érezzem, hogy a teremtő irányítás olyan érősi felettem, de ez még csak egy pont ám az elején, ez az első kapcsolati pont, nem több, amiről eddig beszéltem. Tehát normál esetben ezek valóban a hatalmas csapások után érkeznek meg. Tehát amikor az ember teljes egészében segítség nélkül van, és akkor jön a teremtő, tehát reménytelen állapotban van, és akkor nem egy megmentőként érkezik a teremtő belépése, hanem az embernek fel kell ismernie, hogy le kell válnia a csapásokról. Ez az, amin keresztül megyünk. Azért, mert ilyen módon, bár én félek a fáraótól, és tudom, hogy mi az, ami tőlem érkezik, ez a jelentése annak, hogy gyere a fárahoz együtt a teremtővel, itt kell nekünk megerősítésben dolgozni. A teremtő és az ember együtt lép be a fáraó elé, tehát a teremtő állít be mindent, ami az életünkben történik. Tehát a legkisebb módon tud először kapcsolatba kerülni a fizikai testében, amely valóban ki fog derülni, hogy a munkánk az kizárólag arra irányul, hogy megismerjük a forrást, semmi másra. Egy csomó dolgon megyünk keresztül, aminek semmi értelme nincs, és ezzel leragadó, akkor nem a teremtő viszonyunkat építjük, hanem valóban beszorulva szenvedünk a saját életünkbe. Ezért mindent el kell érnünk, amit csak lehetséges, hogy minden fölé tudjunk emelkedni, és ez önmaga építsen bennünket, és építsen bennünket egy formaegyezésre, az összes baj felett, az összes probléma felett, egy formaegyezés alakuljon ki a teremtővel. Tehát nincs semmilyen más módon lehetőségünk, hogy folytassuk a munkát, mint hogy elkezdünk egyfajta menekülést kiépíteni a kapnakarástól, és ez a megváltás a kezdete. Tehát minden ezért vannak a csapások is tulajdonképpen. Különben mi szeretnénk a fáraóval együtt lenni, hát a legjobb állapot lenne a számunkra. Csak is a csapásokon keresztül kezdődik az érzés, hogy mi benne vagyunk a megszerzési vágyakban, és mivel a teremtő ezt teremtette meg, mint alapanyagot, ezt is föl kell, hogy ismerjük, azonban nekünk meg kell határoznunk a kapnakarásnak az uralmának a lényegét, és a ránk való hatásának a lényegét, tehát hogy ez gonosz. Igen, Musi? Tehát magyarázhatjuk ezt úgy, hogy a cikk elején valóban le van írva, tehát pontosan ez a lényeg annak, hogy meg fogjuk-e örökölni Izraelt. Nagyon érdekes az ok, amivel ezzel kezdte a cikket Rabas, hiszen miért van az, hogy nekünk össze kell tapadni a teremtővel, és ahhoz még szeretnünk is kell? Hát miért nem az, hogy... Tehát a lényeg az, hogy ki tudja mondani a végén, hogy megtettem az erőfeszítésemet, miért van erre szükség? Tehát a csoportban meg tudok vizsgálni mindent, meg is kell vizsgálnom mindent, szenvedésem megyek keresztül, de valójában a dolognak az értelme nem az, hogy mindezeken dolgokon keresztül menjen, hanem azért, mert én, mondja a teremtő, megértem az ősapáknak,
hogy mivel a kapni akarás az nem jó állapot, mert távol van tőlem, ezért, bár a, tehát ezért megszereztem az összetapadás a teremtővel, a vágyat a teremtőre, de látnom kell, hogy látszólag a munkám az úgy működik, hogy nincs mit tennem, mert az első pillanatok közben elrendeltetett, hogy mi fog történni. Ez a szívelő ponttal eldőlt, amit a szívembe rakott az Isten. És ez egy ősi ígéret, ami a szívben lévő pont. Ez egy cikk lesz, amit mindjárt olvasunk egyébként. Tehát... Tehát nem az igaz, nem az megigazolás által nyerjük el, hanem a nemzetnek a bűnössége által fogja megmutatni a teremtő, hogy ott kivezeti bennünket ebből a bukásból. És... Hát ezért nem értem, mondja a Musi. Hát a bűne a nemzetnek ez. Tehát a kapnakarás megjelenik, hogy ez borzasztó az ember számára, ezért ez a teremtő felé fordít bennünket, az adakozás felé. És mi honnan származik, a kezdeti ponttól fogva? A kapcsolat miatt a teremtőtől származik, ez egy szövetség, amely a béke és a szövetség a teremtő és Ábrám között. Azaz, hogy azt mondja a teremtő, hogy a leszármazottaid megöröklik az országot, és mindaz, ami a kezdeti kapcsolati pontból születik, azok a leszármazottak, ugye mindig a következő állapotát jelentik a teremtőz való közeledésnek, ki fognak lépni a kapnakarásból, tehát ez nem Izraelen múlik, mondja a teremtő, hogy megörökli az országot vagy sem, nem azon, hogy ők igazak-e, vagy hogy van itt mondva, tehát nem azon, hogy igazak, vagy azon, hogy mennyire integrálódtam én a szívetekbe, meg fogjátok kapni ezt az örökséget, mondja a teremtő, ez ki van jelölve a számotokra. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ti hősök vagytok, nagyszerűek vagytok, nem ám, hanem kizárólag azért fogjátok megkapni, mert megígértem Ábrahámnak, mondja az Isten. És ez a kapni akarás a világ nemzeteiben nyilvánul meg, ez borzasztó dolog, tehát képzeljétek el fizikailag, világosan látjátok, tehát a teremtő megfog a fületeknél fogva, és beráncigál benneteket Izrael földjére. Tehát átlépitek Izraelnek a határát, és akkor itt emberek élnek, akik borzasztóak, akiket nem tudunk elviselni, ki kell őket innen űzni. Tehát ez se rajtok múlik, ígéri a teremtő. Tehát a fülöteknek fog berángat Izraelbe, és a 70 nemzetet pedig kihagyja innen. És akkor mi az, amit ti csináltok? Kérdezi rá. Mit csináltok itt? Oké. Musi folytatja. Oké, ezt értem. Na de ez nem teljesen világos számomra. Az ember csapásokat kap, és aztán menekül a kapnakarásról a fáról, ezt értem. A kérdésem azonban az, hogy fogjuk ezáltal elérni a szeretetnek a minőségét, meg az adakozás minőségét mások irányába. Hát az, hogy van egy szó, amit úgy hívunk, hogy reformáló fény, ez egy fény, amely működik a teremtő által megteremtett kapnakaráson. Ez az Ensofnak a fénye, ez nem jön egy fény valonnan felé. Az Ensofnak a hatalmas fénye, a végtelennek a fénye, a tökéletes állapotnak a fénye dolgozik rajtunk, és fog is rajtunk dolgozni, az utolsó percig. Ez növekvő módon befolyásol bennünket, mert minél jobban akarjuk ezt a befolyást érzékelni, fogjuk is, ez a befolyás ott van, akarjuk, hanem egyébként. És egyre effektívebb, egyre hatékonyabb módon, ezt hívjuk formájézésnek, szimpátiának. Logikusan értem én, amiről beszélünk, de hát ez logikusan ellentétes módon kéne történni, minden, amit kapok a kapnakarásban, akkor nekünk folyamatosan menekülnünk kéne történni, jön a csapás, és akkor menekülünk nyilván. Hát de honnan származik mindez? Minden eszköz, mondja rá. Az... Ez azért történik a te logikának megfelelő, mintha mindig lenne szabad választásod, de nincsen. Oké, de a kapni akarás mindent meg akar kapni, és ezt csak adakozni akar. És akkor én választom ezt az utat, nem?
Tehát nem azért, mert menekülök a csapástól, ez igaz? Na de miért akarsz adakozni? Mert szeretem a teremtőt. Én valamon az állapotát akarom elérni. Na de mit, mi az, amit jobban szeretsz? A teremtőt, vagy pedig a kapnakarásod el akarja foglalni a trónját? Hogy működik ez, magyarabb? Tehát az ember vagy szeretem a teremtőt egyre jobban, vagy ezt az édes cukrot szeretem, ami az ő állapota? Vagy ez, vagy az? De mit jelent akkor az, hogy szeretem a teremtőt, kezdve, Musi? Tehát te szereted ezt, vagy azt? Melyik a fontosabb? Azt kell megérteni, hogy a kettő nem keverhető össze. Tehát te azt mondod, hogy minden azért történik tulajdonképpen, hogy megerősítse benned a jövőbeli egyetlen oldalú lehetőséget, ami megvalósult. Oké, de akkor nem mondtam azt, hogy a teremtő feltárul. Tehát én nem teszek erőfeszítést, akkor... Akkor hogy fogom látni, hogy az adakozás jó? Hát mit választasz? Értsd már meg. Tehát a kettő között valójában nincsen választási lehetőséged. Oké, de akkor mikor érik meg mégis a választás, mondja Musi? Hát ez, amit nem tudunk pontosan. Na de üt engem, akkor az egy választás? Nem, dehogy is? Hogy ne lenne ez választás? Azért, mert neked rossz a kapnakarás, ezt hamar megérted, hiszen ütnek, vernek téged a világ nemzetei. Vagy pedig azért, mert a teremtő megígért Ábrahámnak, ezért lesz nekem jobb. Tehát akkor a teremtő miért téged választott? Miért rajtad hagyt ez végre? Ez nem miattad történt. Tehát itt nem is számít, azt mondja magyarabb. Te csak egy darab anyag vagy, aminek meg kell változnia, és hogy miért fogsz megváltozni? Ez a teremtő titka. Oké, na de a csapások sem a szabad választásunk. Hát hogy ne lenne a választásod? Tehát oda vág egyet a kapnakarásnak, ezt az állatok is megérzik. Tehát nyilvánvalóan, amikor van egy állat, megkapja a csapást, akkor nyilván összefüggést teremtünk a csapás és a helytelen viselkedés között. Az ember nem ezért kapja a csapást. Na, ezt most nem értettem. Tehát a szabad választást ez hozzá létre, de itt ezt a kérdést annyira gyorsan vitatkoztak, hogy nem értettem. Folytatjuk egy új cikkkel, nem a szöveggel. A választás, mondja Rav, ami tényleg van, az azt mondja, hogy meg kell erősíteni magunkat a csoportban, mivel ezáltal felgyorsíthatjuk a reformáló fény magunkra vonását és befolyását, és a választás valóban az azt jelenti, hogy még több befolyást kapunk a barátoktól, amin keresztül valóban, ahogy mondva van, egyre jobban belefoglalhatjuk magunkat egymás vágyaiba, és akkor még erőteljesen vagyunk képesek a kapcsolatokon dolgozni. De a valódi választás, mondja, az a legmagasabb léleknek a döntése, ami nem a miénk. Amikor kell még néhány lépés, hogy ezt megérezzük egyáltalán. Mi most a környezetet tudjuk választani, ennyi a szabad választások. Hajfából kérdezi valaki, hogyha az értelem felfog, az érzés nélkül, akkor ez azt jelenti, hogy mintha egyedül mennénk át bizonyos érzéseket. De hát nekünk viszont akkor egyedül is át kell mennünk tapasztalatokon, hogy a csapásokat érezzük? Hát de miért kaptátok ezt a világot vajon? Ez egy képzeletbeli világ, ez nem is létezik, magyarabb. Nyilván ebben, hogy ebben vagyunk, meg mindenféle dolgok vesznek körül, ezek nincsenek. De ezen a képzeletbeli világon keresztül benyomásokat kapok, különösen a külső erőtől. Belefoglalhatom magam a külső erőbe, mert a külső erő barátok formában jelenik meg, és ilyen módon még több erőt tudok magamra vonni, és ezen a módon fel tudom gyorsítani az időt. Egyfajta működésen megyek keresztül, tehát nyilvánvalóan azért megyek ezen keresztül, mert ezek nekem vágyott állapotaim, tehát én nem csapásokként élem ezt meg, és azért, mert nem csapásokat érem meg, másfajta belső érdőség is jelent meg benne. Tehát minden azon múlik, hogy magamat hova irányítom. Tehát vannak emberek, akik valóban... Tehát minden azon múlik, hogy...
hogyan viszonyulok annak a végső célnak a megvalósításához, amit az egész rendszerben megértek. Tehát a teljes munkánk a csoportban, tehát nekünk a teljes munkánk a csoportban rejlik egyelőre, tehát látnunk kell, hogy, a csoporton keresztül éreztetem meg az erőt, a csoportban való kapcsolatomban tapasztaltam meg a közös edényt, amit ebben a teremtő felé fordulhatunk. Ez az edénynek valóban van bizonyos szabad választása, hogy helyes módon viselkedjünk egymással, de ugyanakkor látnunk kell, hogy ami az órunk előtt van, az nem valós. Tehát, hogyha ránézünk egy kisgyerekre, egy kisfiúra, tehát látjuk, hogy ő halad előre. Tehát van egy kicsiny teste, és ott megvan a saját kis természete. Az apa vagy a felnőttek látják, hogy a kis bestiája hogyan változik. És pontosan így kell magunkat is elképzelni. Ezért nincsen szabad akaratunk, hogy a gyermeknek is teljes mértékben szabad akarata. Tehát akkor változik meg a valódi szabad akaratunk, akkor lép be, amikor megszerezzük a lelkünket. Azonban akkor fog valóban megjelenni a választásunk arra is, hogy hogy tudjuk az egész világfejlődését felpörgetni. A legfontosabb dolog, még egyszer, hogy valóban pozícionáljuk önmagunkat ahhoz az irányhoz, hogy nincs más rajta kívül, és a jó és jó cselekvő, de valójában ő választ, ő dönt, hogy a felső gyökerekből milyen fajta befolyást kapunk, és ő mindenféle állapotot az ember elé rak, és az emberek meg kell érteni, hogy ez a pont, amikor össze kell tapadni a teremtővel, a dvekút, az összetapadás pedig azon a ponton kezdődik, amikor látom, hogy mindentől lejön, és ő jót akar nekem. Tehát én mindent akarom, amit ő akar az életemben, minden egyes pillanatát elfogadom, és minden pillanatára alatt törekszem, hogy forma egyetlen legyek vele. Válaszolom, leírja, hogy a legnagyobb büntetés a világban le kell válnunk a teremtőről. Na, Musi? Válaszolom, az egyik cikkében leírja, hogy az egyetemi száműzetés valóban a gyökeréhez kapcsolódik a száműzetésnek. Hát valóban egy száműzetés van, a teremtőtől való száműzetés. Azonban az több részben jelenik meg, több fajta száműzetésben. Oké, na de akkor a száműzetés az, egész világra igaz, nem csak mi vagyunk száműzetésben, hiszen az adakozás minősége eltűnt az egész világból ezáltal. Ez így van, de csak azok, akik sóvárognak a teremtő urán és után, és valóban dvekutba akarnak vele kerülni majd, és érzik, hogy nem képesek ezt megtenni. És azt is érzik, hogy akkor ez a számüzetés. A dvekút nem azt jelenti, hogy én nem vagyok a spiritásban. Hát mit jelent ez, hogy nem vagyok a spiritásban, akkor én számüzetés vagyok? Nem így működik ez. Nekem kell egy érzés. Nem érzékeletem a számüzetést, anélkül, hogy ne tudnám, hogy mi a megváltás. Mert különben milyen számüzetésről beszélek? Tehát, Izrael gyermekei a számüzetésben vannak, az azt jelenti, hogy ők felismerik, hogy le vannak válva a teremtőtől, értik, hogy a teremtő hogyan érezhető, valamilyen mértékben. Kívül vannak ezen az érzésem. Mintha egy ember egy börtönbe született volna. Az ő számára a börtön az élet. Ő nem érzi, hogy van kívül is élet a falakon kívül. Ez az élet, az két. Hogyha kivezettem a sítről, a börtönből, és azt mondom, hogy wow, most már értem, hogy miről beszélünk. Ugye az olyan, mint a királynak a fia, aki egy órára ki volt hozva a pincéből, egy órára, majd vissza lett szállítva a pincébe. És akkor hát, igazi fájdalom a pincében való tartózkodás. Tehát meg megérezte, mi a fény. És akkor kialakult benne egy kapcsolat is a helyes hiánnyal. Tehát valóban akkor érezte a dvekutot, legalább megérezte az ízét, ez az, amiről szó van, hogy az ember képes legyen mindent arra irányozni, hogy valóban minden a teremtőtől, mert nincs más rajta kívül, ő jó és jó cselekvő, tehát akkor
érezhetjük, hogy mi számítatásban vagyunk, hogyha már tudjuk, mi a megváltás. Tehát a számítatásban lét az azt jelenti, hogy azok a vágyak, amik a számítatás feltárják az ember számára, mutatják meg, hogy mennyire ellentétesek vagyunk a Teremtőtől. És ezt megkezdjük el érezni tulajdonképpen, hogy ki is akarunk kerülni a pincéből. De ez nem elegendő ám, mert nem elég elmenekülni a csapások elől, a pince elől, hanem itt óriási belső vizsgálatokat kell végezni, egész addig, amíg nem jutunk abba az állapotba, amikor valóban nem akarunk többé semmilyen módon ebben az állapotban lenni. És azért fogunk kikerülni, mert megígérte Ábrahámnak a Teremtő, és a Teremtő csak azt figyeli, hogy én akarom megkorrigálni a saját természetemet, és ő fogja kikorrigálni, akkor tudok kilépni ebből az állapotból, és akkor kell egyetértenem avval, azzal a kezdeti feltételekre, amit a Teremtő elrendezett a számomra. Majd átmegyünk ezeken. Megint beszéltek a csomó dolgokról, mert eddig egy büdös szó nem volt. Tehát ilyen módon kell nekünk keresztül menni ezeken a folyamatokon. Valaki délről kérdezi, hogy mit jelent az, hogy itt voltak Izrael földjén idegen nemzetek? Mit jelent ez? Hogy kezd elképzelni? Az, hogy a kapnakarás, mondja rá, amely Izrael földjét is uralta. Hát Izrael földje maga a kapnakarásban van, nincs más anyagunk. Ezek idegen uralom alatt voltak, ezek a vágyak. Ez fel is tárul, a Teremtő feltárja. Azon... És... hogy a bennünk lévő Izrael ezt felismerje. Tehát valójában mi akkor válunk nemzet, amikor elkerüljük a Tórát. Akkor akarunk kilépni a számvezetésből. Tehát nyilván Izraelt meg kell hódítani. Ez nem egy egyszerű folyamat. Tehát nekünk a megszerzési szándékokat kell korrigálni. Ez a, itt hét nemzet van a kapnakaráson belül, amit meg kell hódítani. Ugye ez az Erámpénnak egyébként a kapnakarási dolgai. Ezeket kell kikorrigálni. Lassan véget érünk a leckének. Tehát mi sokat beszéltünk a Dvekutról, és az összetapadásról a Teremtővel. Tehát és az idő felgyorsításáról. Most pedig hallottam egy új dolgot, tehát a Dvekut helyett nekem arra kell fókuszálnom, hogy ő jó és jó cselekvő. Hát persze, mondja rá. A zavarok, a bajok, és minden problémák ezzel kezdődnek. Tehát neked más perspektívából kell látnod, ami történik. Másik perspektívából próbáld ezt megfogni. A Teremtő hogyan teremtette a gonosz hajlamot? Tehát hogy vitt keresztül mindazokon a pontokon, amely a korrekciót támogatja, mindent ő teremtett meg, ezt látni kell és érezni kell. Hát természetesen nagyon limitált módon érzékeljük ezt, főleg az elején. A legfontosabb dolog, mondja Ralf, hogy egy pillanatra se váljunk le róla, állandóan tapadjunk hozzá, ez a Teremtő munkája. Tehát nekünk pedig tudni kell, hogy a Teremtőt végzett munkának mi a lényege. A munkánk az, hogy megismerjük az ő munkáját, hiszen mi nem csinálunk semmit, menjünk át a leckek következő.